Cáfolta a pletykákat, hogy megcsalta volna feleségét Ted Cruz, amerikai elnökjelölt aspiráns. Donald Trump pedig azt mondta, nem ő terjesztette el a hírt. A kampány egyre inkább személyeskedésbe megy át a két vezető republikánus jelölt között, miután egymás feleségét kezdték el szidni. Durva személyeskedésbe kezd süllyedni a republikánusok előválasztási kampánya. A két vezető republikánus elnökjelölt aspiráns, Ted Cruz és Donald Trump most már nem csak egymást, hanem egymás feleségeit is belerántották a harcba. A személyeskedés akkor kezdődött, amikor egy Ted Cruz mellett kampányoló szervezet Trump feleségének modellkori képeivel plakátolta ki Utah államot. Az aktfotó 16 évvel ezelőtt készült Melania Trumpról. Mivel Utahot főként konzervatív mormonok lakják, az akció meg is hozta a hatását. Trump ugyanis óriásit bukott Utahban, Cruz javára. Hazug Ted Cruz publikált egy fotót Melania egyik régi reklámfotózásáról. Légy óvatos, hazug Ted, leleplezem a te feleséged is, írta Trump a Twitter oldalán. Közben egy amerikai pletykalap írása szerint Ted Cruz többször is megcsalt a feleségét. A lejárató cikk szerint az elnökjelölt aspiráns ötször is félrelépett. Ted Cruz azonnal cáfolta az állításokat. Ezek a vádak teljes hazugságok, egy lejárató bulvársztori, amit Donald Trump és csatlósai terjesztenek, mondta Cruz. Trump azonban úgy nyilatkozott, semmi köze a történtekhez, és reméli, hogy az újság téved. Egy másik amerikai lap szerint a pletyka valóban nem Trumptól származik. Állításuk szerint az időközben kampányát felfüggesztő Marco Rubio táborából kereste meg őket valaki a történettel, amit kellő bizonyíték hiány nem publikáltak. Cruz egyébként majdnem fel annyi delegáltal rendelkezik, mint Donald Trump. A jelöltséghez szükséges 1237 delegáthoz képest Trumpnak 739, Cruznak pedig 465 van.